Számos napirendről tárgyaltak és döntöttek Bonyhádon a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Többek között a város kulturális intézményei és ezzel együtt a Bonyhádi Sportcentrum adott számot a testületnek az elmúlt évben végzett munkájáról. Ezeket a városvezetés egyhangulag elfogadta. Továbbá napirendi pontok között szerepelt a Majosi Művelődési Ház felújításának beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatala. Hiszen már a költségvetés elfogadásakor februárban döntött a tisztelt képviselőtestület arról, hogy felújítjuk a Majosi Kultúrházat, erre 80 millió forintos forrást különített el, de hogy tovább tudjunk lépni a felújításban, a beszerzése a tervezésnek is meg kellett, hogy történjen. Bízom benne, hogy az idei évben ez a nagyon sokak által várt felújítás meg fog történni, és befejeződik mindenki örömére. A polgármester azt mondja, a következő években alapvetően meghatározza a település jövőjét a fenntartható városfejlesztési stratégia elfogadása. Próbáltuk azokat az irányvonalakat közösen meghatározni, hogy melyek legyenek azok a fejlesztések, azok az irányok, amelyeket a stratégiában szeretnénk megfogalmazni. Ez a dokumentum el is készült, itt van előttem, láthatjátok egy jó vastag anyag, bár nyilván itt ilyenkor minden egyes stratégia, ez is csak egy terv, és ennek a bevezető része az általános jelenlegi állapotot hivatott bemutatni. Ennek a dokumentumnak nagyon fontos része az a TOP plusz pályázatoknak az alapjait képező városfejlesztési programterv, amely gyakorlatilag konkrétan azokat a projekteket határozza meg, hogy a stratégián belül, annak szerves részeként pontosan milyen TOP plusz forrásokat célzunk meg, és milyen irányba szeretnénk tovább fejlődni. Ez a dokumentáció tartalmazza az ütemezését is a TOP plusz forrásoknak a megszerzésének, a pályázatok benyújtásának az ütemezését. 18 projekt ötlet fogalmazódott meg, összesen 5,2 milliárd forint értékben. Ez az az összeg, amit a megyében a járásszékely településeknek lakosságarányosan a Tolna megyei ITP Bonyhádnak, mint járásszékelynek allokált. Úgyhogy mi ezen dolgozunk, gőzerővel a háttérben, de mint ahogy említettem már, ez a stratégia elfogadása az elmúlt évben megkezdődött. Ez a folyamat, ez folytatódott a workshopokon túl, a lakosság véleményének a megkérdezésével, ez az időszak is lezárult, és a végére a képviselőtestületi döntés tett pontot, de nem kell úgy gondolni erre a stratégiára, mint egy kőbe vésett dokumentumra, hiszen ez is akár évente kétszer is módosítható, amennyiben szükség lesz, vagy bármi olyan dolog felmerül, amivel szeretnénk módosítani. Filóné Ferenc Ibolya továbbá beszámolt a civil és sportegyesületek támogatási keretének felosztásáról. A civil szervezetek támogatása tekintetében régi hagyományt követve a bizottsági elnökök és az alpolgármestereknek egy külön adhok bizottsági ülése tesz javaslatot a testületnek erre a felosztásra, a sport célú keret felosztására pedig a Humán Bizottság javasol, és a képviselőtestület dönt. 14 sportegyesület nyújtott be támogatási kérelmet az önkormányzat felé. Így a városvezetés döntése értelmében a 30 millió forintos keretösszeg 29 millió 250 ezer forinttal felosztásra került. Valamennyi sportegyesület a döntésről tájékoztatást kap, és természetesen szerződéseket kötünk ezekkel a sportegyesületekkel, hiszen az elszámolásra, a felhasználásra vonatkozóan nagyon szigorú szabályok vannak, amit egyébként évről évre be is tartanak ezek az egyesületek. A maradék 750 ezer forint egy tartalékkeretet képez, és már a nagy költségvetésben is terveztünk egy 10 milliós tartalékot a sport szervezetek számára, azzal a cél, hogyha bárki az év során magasabb osztályba kerül majd, akkor lehetőség legyen a későbbiekben is az év során támogatni ezeket az egyesületeket. A civil szervezetek tekintetében beszéltünk arról a 6 millió forintos keretről, amit elkülönítettünk, és amelynek a felosztása megtörtént a képviselőtestületi ülésen. Erre 24 pályázat érkezett, és még meg kell említeni mindenképpen a művelési központon belül működő klubokat, kulturális csoportokat, akik nem bejegyzett civil egyesületek, de rengeteg bonyhádi lakosnak a mindennapos tevékenységét, a képkapcsolódását ezekben a klubokban, ezekben a foglalkozásokon segíthetjük ezekkel a támogatásokkal. A kiemelt civil szervezetek, például az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3,5 millió forintos támogatásban részesül az idén. Gondolok a Polgárőr Egyesületre, akik szintén a rendőrség munkáját segítve gyakorlatilag a város lakosságának a biztonságát és a megélhetését segíti a tevékenységével. Ők az idei esztendőben 2,5 millió forint támogatásban részesültek, és ki kell emelnem azt a
Együtt Egyemásért Nappali Intézményt, akik az Összefogás Közhasznú Alapítványnak a működésében tevékenykednek a Dózsa György utcában, akik fiatalkorú fogyatékkal élő fiataloknak a nappali ellátását végzik. Őket 2,5 millió forinttal támogatta az idei esztendőben is az önkormányzat. Ha mindent összeadunk, akkor a civil egyesületek számára 15,5 millió forintot költhetünk az idei költségvetésből, és a sport egyesületekkel együtt pedig 55,5 millió forintot.